20 évnyi NB2-es, illetve NB3-as szereplés után került vissza az átszervezésnek köszönhetően a megyei első osztályba a Baktoló Rendháza VSE. A klub vezetői az első öt hely valamelyikének megszerzését tűzték ki célként a csapat elé, amit sikerült túlteljesíteniük kozmáiknak. A nagyszerű kezdés követően végig az élmezőnyben volt a Bakta, amely végül 18 győzelem és 6 döntetlen mellett 6 vereséget szenvedve, 73-49-es gólkülönbséggel a harmadik balkányt egy ponttal megelőzve, 60 pont szerezte meg a második helyet. Én azt gondolom, hogy nagyon jól teljesített a csapat, hisz az első hat fordulóban 100%-os voltunk, utána ott két mérkőzésen betliztünk, majd azt követően megint jól szerepeltünk, tehát mindig így ilyen egy-két mérkőzésre szóló kis negatív szériánk volt, de hosszú távon azt gondolom, hogy megérdemelt ez a második helyezés. Az elnök szerint a sikerértékét növeli, hogy túlnyomó rész helyi játékosokkal szerezték meg az ezüstérmet. A keretünkből van egy nyírturai fiatalember Fálbizoli, valamint a kis Gaziferi, ő Nyiregyházi, három nyírkarászat, a többi mindenki Baktai, és azt gondolom, hogy azok az igazi öregek, a, -a Szabórabi, Illés Illéslaci, Rakóci, ezek mai napig is mindig hozzák azt a kitűnő, elvárható formát. Viszont meg kell említenem mindenképpen a Maris Gábornak a szerepét, aki gólkirály lett 30 találattal, azt gondolom, szinte dublázhatta volna a góljának számát, hogyha ö, egy kicsit lótenősabb Gábor. A baktaiak pénteken az érem átadóval egybekötött záróvacsalán búcsúztatják a szezont. A nyári felkészülés július 7-én kezdődik, változatlan játékos kerettel, mivel valamennyi futbalista elkötelezte magát a közös folytatás mellett.